A 260 évvel ezelőtti vérengzésre, a jogaikért hősiesen küzdő székelyekre emlékeztek tegnap Madéfalván a Szikulicidium emlékműnél. A helyiek mellett számos székelyföldi településről és Magyarországról érkeztek vendégek. A bukovinai székelyek és a moldvai csángó képviselői is jelen voltak. Ezek a történelmi események csupán pillanatok voltak évezredes történelmünkben, de oly meghatározóak, melyek máig nemzeti közösségeink mindennapjának szerves részei, közösségi életünk, nemzeti létünk kovászai. A madéfalvi események közösségre gyakorolt hatásáról is beszélt Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A felszólalók a 260 évvel ezelőtti eseményeket idézték fel, de annak máig elevenen élő emlékéről és hatásáról is szót ejtettek. Több mint negyed évezredes történetről beszélünk. Ezek a kerekéfordulók fontosabb, hogy ilyenkor jobban kiemeljük ezeket a történéseket, jobban odafigyeljünk, jobban még egyszer felidézzük, megértsük azt, hogy mi a mának a mondani valója egy ilyen eseményre, hogy mire kell ma odafigyeljünk, hogy kell saját magunkat megszerveznünk. Az ünneplők között számos erdélyi településről és Magyarországról érkezett vendég is volt. Ugyanígy jelen voltak a madéfalvi veszedelemkor elmenekült székelyek leszármazottai is, a moldvai csángók és a bukovinai székelyek képviselői is. Ó, hát ez nagyszerű érzés, hiszen mi bukovinai székelyek, innen származunk a csíki és háromszéki székelyek, amikor innen elmenekültek Moldvába, és akkor utána Bukovinába, és jó ide jönni megint a testvéreinkkel együtt lenni. Évvel ezelőtt, 1764. január 7-én a császári csapatok 200 embert, közöttük asszonyokat és gyermekeket mészároltak le ágyútűzzel Madéfalván a székelyek kényszer sorozásoknak való ellenállása miatt. Ennek emlékére a madéfalvi vízhalmon emlékművet állítottak, ezt 1905-ben adták át a madéfalvi közösségnek, itt tartják évről évre a megemlékezést.